Nagyon szereti a nőket. Vagy tévedek? Nem téved, tényleg nagyon szeretem a nőket. Minden héten újabb és újabb nőt mutat be a legnagyobb internetes közösségi portálon, azzal a szöveggel, hogy az új nőm. Nehéz ezt követni. Mindig valami újat veszek észre. Valakit csak így meglátok az utcán, vagy a képzeletemben jelenik meg, és ezeket megfestem. Csak nőket fest? Szép nőket? Csak szép nőket, illetve néha férfi portrét is szoktam festeni. Miért nőket fest leginkább? Mert a nőbe köszön vissza a világ összes szépsége. Kevésbé szép nőt már le sem fest? De, ők is szépek, csak ők máshogyan. Nagyrészt valóságos alanyokat festek, de létezik olyan is, amikor elképzelek valakit, és azt festem meg. A francia nők azok valahogy hogy különlegesebbek a számomra. Az arcvonásuk, a hajviseletük, a ruházatuk, ez nagyon jellemző rájuk. Szépséget próbálom kifejezni valahogy. Ezek elérhetetlen nők? Tehát lehet, hogy ezért is festi meg őket? Mert ezeket a szép nőket a való életben nem kaphatta meg, vagy nem kerülhetett közel hozzájuk. Szerencsésnek mondhatom magam, mert ahány párom volt, ők mind gyönyörű nők voltak. Nem mondanám azt, hogy nem kaphatom meg őket, de talán egy kicsit benne van ez is. Én igazából csak egyet szeretnék, akivel már le tudom élni az életemet. Ezt a nőt még nem találta meg? Még úgy tűnik, hogy nem találtam meg. Mikor kezdett el női portrékat festeni? És miért? Nagyjából 15 évvel ezelőtt, akkor még Kaposváron laktam, Budapesten jártam, és akkor volt egy Picasso kiállítás a műcsarnokban. Megnéztem, és ott hasított belém a tudat, hogy nekem is ezt kell csinálni. Ha 15 évvel ezelőtt nem megy el arra a bizonyos Picasso kiállításra, akkor lehet, hogy sosem kezd el festeni? Nem tudom, de szerintem ez a sorsom. Ez egy sorszerű találkozás volt. Előtte sosem festett? Talán gyerekkoromban, ugyanis a szüleim nem engedték azt, hogy képzőművészeti pályára menjek, azt mondták, hogy valami szakmát tanuljak, hát így lettem villanyszerelő. Villanyszerelőként töltötte az elmúlt évtizedeket, és aztán jött ez a bizonyos kiállítás, amely, ha nem is változtatta meg az életét, de egy új vágányra terelte. Így van, az ipari munka aztán blokkolta addig a művészeti énemet, és ez a kiállítás volt a sorsfordító, ami átfordított ebbe az irányba. És most már csak és kizárólag a festészetnek él? Vagy a villanyszerelés az ugyanúgy ott van a hétköznapokban? Villanyt is szerelek, ez azért biztosítja azt a lehetőséget, hogy nem feltétlenül kell azt festenem, amit szeretnének az emberek, hanem amit én szeretnék, én azt festem. Szerencsére ez egy korlátlan szabadságot biztosít nekem. Régebben mediterrán tájképekkel indultam, akkor nemrég elkezdtem feldolgozni a világnak a születését, az is nagyon érdekes téma, és nagyon szeretik az emberek. Most melyik az ön identitása? A villanyszerelőé, vagy pedig a festőé? Elsősorban festőnek tartom magam. Eddig több cégnél voltam projektmenedzser, tehát ennek a villanyszerelési résznek a menedzselését végzem. Ám bár pont mostantól lettem magánvállalkozó, és nyilván itt a kétkezi munkát végzem inkább. Falat vés a kábeleknek, elosztó fejeket szerel be, és hétvégén fest? Általában is szokott lenni, de valamikor festésbe úgy belelendülök, akkor inkább a villanyszerelést a háttérbe szorítom. Mit ad önnek a festés? Gondolataimnak a képbe átültetése. A szüleire haragszik amiatt, hogy 10 éves korában nem engedték művészeti pályára? Nem mondanám, hogy ezért haragudnék rájuk, mert azért azt el kell ismerni, hogy néha jól jön az, hogy villanyszerelő is vagyok. Festészetben is nagyon klassz dolog az, hogyha az ember a mechanikai dolgokhoz ért töbletet bele tudok vinni a képeimbe azáltal, hogy a mechanikus elképzeléseimet meg tudom valósítani a képekbe. Anyagilag is azt mondom, hogy többször átsegített a holtponton a villanyszerelés, de most is azt vallom, hogy én inkább festő vagyok, mint villanyszerelő. Lehet, hogy manapság egy villanyszerelő nagyobb sztár, mint egy festő. Hát igen. Néha előfordul. Amikor a női portréit először láttam, akkor eszembe jutott Modigliani. Többször megkaptam ezt, hogy ezek Modigliani képek. Valójában azonban nem, mert annyiban hasonlítanak csak rá, hogy hosszú nyakúak a nők, egy kicsit meg vannak nyújtva az arcaik. Ez még Kaposváron volt, átjött hozzám az egyetemi festészeti tanszékvezető, megnézte képeimet, és ő mondta először, hogy úgy festek, mint Modigliani. Fogalma se volt akkor róla, hogy ki ez a Modigliani, meg lehet kövezni érte. Utána néztem, és arra jöttem rá, hogy valószínű, hogy ugyanabból bontakozik ki a stílus. Modigliani is, illetve én is a Auschwitz-szigeteki kőszobrokért voltunk oda
és ehhez hasonlítanak a festészeti alanyaink. Amikor elmegy villanyt szerelni, akkor felfedi azt, hogy önnek van egy másik élete is, hogy valójában festő? Általában nem. Ez egy furcsa dolog Magyarországon, hogy a villanyszerelőtől nem azt várják el, hogy festő legyen, illetve a festőtől se azt várják el, hogy villanyszerelő legyen. Ez egy furcsa kettősség, tehát a kettő az köszönő viszonyban sincs egymással, és nem akarom azt, hogy a festők azt mondják, hogy hát ez egy villanyszerelő, ez mit akar itt, illetve a villanyszerelő társadalom is egy hasonlóan belterjes társadalom. Nyilván ők is azzal védenék a saját érdeküket, hogy hát ez csak egy festő, ez ne akarjon itt villanyszerelni, de nekem azt gondolom, hogy sikerült ezt a kettőséget feloldani, de ez általában ki szokott derülni. És akkor mit szólnak hozzá? Általában nagyon csodálkoznak rajta, meg szokták nézni, és volt már, aki szeretett volna magának vásárolni a festményeimből. Villanyszerelés után még a falát egy festményem is díszítette. Arra nem gondolt, hogy esetleg ilyen ipari témájú festményeket is készítsen? Netán elektromos hálózatokról, kábeltestekről. Ez annyira nem vonz, inkább a női testek, mint a kábeltestek.